újabb fejlesztésért véget a 40 éve városi rangot kapott Vásárosnaményban. Ezúttal a központi játszótér területén alakítottak ki egy 90 négyzetméter alapterületű többfunkciós szabatéri kondiparkot. Ennek célja, hogy minden korosztály számára ingyenesen elérhetővé tegyék a sportolás lehetőségét. A kondiparkban az eszközök körül ütéscsillapító burkolat szolgálja a biztonságos használatot. Alkalmas a gyerekek kondíciójának javítására és ügyességük fejlesztésére is. A feladatokat saját testsúllyal végzik a sportolni vágyók, így nincs szükség plusz súlyokra. A park biztonságát kamera őrzi, és a megvilágításnak köszönhetően éjjel-nappal használható. Az elmúlt időszakban egyrészt önkormányzati forrásból, másrészt állami forrásból és pályázati forrásból valósítottunk meg fejlesztéseket. A kondipark nagyon fontos volt számunkra, 3 kondiparkra pályáztunk, ebből egy nyert, egy C-típusú kondipark itt a Városháza mögött, a művház mögött a játszótéren. Nagyon komoly rendszer áll most már itt a gyermekeink rendelkezésére a játszótéri elemek tekintetében, hiszen a legkisebb korosztálytól most már teljesen a felnőtt korosztályig ki tudnak kapcsolódni. Kicsik, nagyok, általános középiskolások és óvodáskorú gyermekeink is, csúszda, mászóka, van egy svéd típusú játszóterünk, illetve most már a kondipark is. Tavaly egyedi terv alapján a 3 tornyú játszótér készült el a 2-6 éves korosztály nagy örömére. Itt korábban egy kis homokozó és egy csúszda volt, ma már fedett homokozó, 3 tornyú csúszda, mászóka és több hinta is várja a gyerekeket. Hasonló fejlesztések nem csak a központban vannak, a település több város részén is készülnek tervek. Igyekszünk odafigyelni a 2 tanyánkra is, a Perény és a Károly tanyára is. Nagyon fontos volt, hogy Vitkában, az általános iskolában, illetve a közterületen játszóteret hoztunk létre, építettünk, megújítottunk föl, míg Gergely-ugornyán hamarosan lezárul szintén a játszótéri fejlesztés. Itt az iskola udvarán és a művház mögött helyeztünk el játszótéri elemeket, reményeink szerint a gyermekeink nagy-nagy örömére, hiszen az egyik az olyan közterületen van, amelyet bármikor tudnak használni, míg tudni kell azt, hogy az iskola az nyitott iskola, tehát az iskola udvara és egyeztetés után bemehetnek, majd a gyermekek is használhatják ezeket a játszótéri elemeket. A további tervek között szerepel, hogy a kondiparkhoz 2 irányból bevezető utat építsenek ki, amelyet térkővel borítanak majd. Ennek célja, hogy hosszú távon megóvják a kondipark állapotát, a sportolók ne hordják fel a kosztafüves, homokos területről.